Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Átalakítják a rendezvényszervező céget. Kilép a darekből a város, új épületet kap a Gyula konyha. Újabb virágos elismerések. A belügyminisztériumi különdíj mellett a Gyulai lett az év főkertésze. Átvette a láncot és a kulcsot. Szerda este Szekeres Balást választották a város diák polgármesterének. Fontos az egészséges étkezés. Előadással és ételkóstolással várták az érdeklődőket a gyulavári kastélyban. Időseket lopott meg. Egy közmunkásként dolgozó 61 éves gyulai nő ellen emeltek vádat. Megemlékezések Békésben. Több helyen is forgalomkorlátozásokra kell számítani a megyében. A megnövekedett feladatok miatt a Gyulai Rendezvényszervező Kft. Átalakításáról is döntött csütörtöki soros ülésén a Városi Képviselőtestület. A 21. századi elvárásoknak megfelelően várhatóan jövőre építik fel a Gyula konyha új üzemét a Temesvári út mentén. A grémium emellett elszánta magát a régiós hulladékgazdálkodási rendszerből való kilépésről. Ez a nap híre. Az interpellációkkal vette kezdetét a Városi Képviselőtestület csütörtöki soros ülése a Városházán. Az egyik a Göndöcskerti játszótérrel volt kapcsolatos, melyet elsősorban késő délutánonként és hétvégén használnak, amikor is azonban már a Vigadóban nincs nyitva a mosdó. Az Agúra pályázat révén azonban a felújított művelődési házban már két műszakban látják el a feladatokat, így akár az esti órákban is lehetőség lesz az itteni vizes blokkok használatára. Szintén képviselői interpelláció volt a szelektív hulladékgyűjtőhelyek környékén kialakult állapotok és ezek javítása érdekében tett lépések lehetősége. A szelektív szigeteken sokszor nagy mennyiségű szemét gyűlik össze, és véleményem szerint nem ürítik ezt elég sűrűn. A nyári hónapokban a nagy meleg következtében nagyon büdös is szokott lenni ezen a környéken, és a guberálók pedig nagy szemetet hagynak maguk után. És sajnos sok gyulai lakos is nem a megfelelő szemetet helyezi el ezeken a szigeteken, hanem az összes szemetét kihordja oda. Most ezekre szeretném, hogyha megoldás születne. Módosította a testület a közterület használati rendeletét, melyben meghatározták az utcabál fogalmát, hogy ne lehessen visszaélni az ingyenes használattal. A város temetőiben lévő hősi emlékművek állapota miatt is képviselői interpellációban fogalmazódott meg ezek rendbetétele, felújítása. Ez akár egy közös pályázat révén is megvalósítható lenne. Azt kezdeményeztem és azt javasoltam, hogy próbálja meg a város és az egyházak közösen pályázni a hősök emlékművének a helyreállítására, felújítására és karbantartására. Erre pozitív választ kaptam, egyelőre viszont a pályázat figyelése zajlik, tehát a következő időszakban én is ezt kértem, figyeljünk azokra a pályázatokra, amelyek ezt lehetővé tennék. 10-ről 6 hétre módosította a testület a Gyulai Várszínház várban történő tartózkodását azért, hogy a vár látogatásánál minél rövidebb ideig legyenek korlátozások. Nem új keletű probléma a Csókos úti járda állapota a Sarkadi úttól a Dobozi útig, itt szintén felújításra lenne szükség. A Románváros Máriafalva irányából, akik bizonyos időpontokban mennek a vasúthoz, a vonatindulásokhoz, vagy például hétvégékre elutaznak, akkor sokszor ilyen koffereket húznak maguk után, aminek már kereke van, és egyszerűen lehet látni, hogy ott borulnak fel vele. Magyarul nem megfelelő az állapot ennek a járdának. Ezt kértem, hogy tudnánk ezen változtatni, hogy vagy egy tömörebb öntésű járdát ide készíteni. Döntött a testület a darekből történő kilépésről, mert a városban a hosszú ideje stabilan és jól működő hulladékgazdálkodási rendszeren nem kívánnak változtatni, és csak a gyulai lakosok érdekeit kívánják figyelembe venni. A kilépés jövő decemberben történhet meg. A Temesvári út mentén pályázati forrásból építenék fel a Gyula konyha új üzemét, ami már megfelelne a mai kor elvárásainak. Átalakítják a Gyulai Rendezvényszervező Kft-t, mivel a kastély elindulásával többletfeladat terheli a céget, így a Kft-n belül két ügyvezető irányítani a munkát. Az eddigi vezető a rendezvényszervezésért és a közművelődési feladatokért lenne felelős, az új ügyvezető pedig a kiállításokért, múzeumokért. Ennek az új szervezeti modellnek a megvalósítását döntött el most a képviselőtestület. A kiállításokért felelős ügyvezető posztjára pályázatot írtunk, egy országos pályázatot, amelyre várjuk azoknak a
ágazatnak megfelelő képzettsége rendelkező szakembereknek a jelentkezését, akik megfelelő kulturális menedzseri vénával rendelkeznek, akik tudják, hogy egy kiállítást nem elég működtetni, azt el is kell adni a vendégnek, és olyan programokat, olyan szemléletet kell megvalósítani és képviselni, ami abszolút vendégbarát mind a nyitvatartásában, mind pedig a szolgáltatásaiban. A grémium döntött a polgármesteri hivatal dolgozóinak bérfejlesztéséről is az illetménykiegészítés 6-ról 15%-ra történő emelésével. Évek óta nem múlhat el úgy a Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése, hogy Gyula ne kapjon komoly elismerést. Idén a belügyminisztériumi különdíj mellett Szászné Várkonyi Adrián lett az év főkertésze. Nehéz olyan elismerést találni a Virágos Magyarországért versenyen, melyet Gyula ne kapott volna még meg. Ezek a képek szerdán a budapesti Vigadóban készültek, és azt tanúsítják, hogy városunk ismét eredményesen szerepelt. A korábban európai aranyérmet, vagyis a lehető legmagasabb díjat is kiérdemlő fürdőváros polgármestere most a Pintér Sándor vezette belügyminisztérium külön díját vehette át. Ezek a díjak is mutatják, hogy a zsűri nem csak egy pillanatképet értékelt, hanem itt főleg főkertészasszony elismerésére való tekintettel látható, hogy a folyamatot értékeli. Azt a folyamatot, amelynek során sok gyulai ember elkötelezetten dolgozik azért hosszú évek, sőt évtizedek óta, hogy ez a város Magyarország legszebb települései közé tartozzon, amelynek folytán egyszerűen nem lehet olyan év, amikor nem kapunk valami díjat, mert a zsűri nem engedheti meg magának, hogy minket ne díjazzon. Gyula főkertésze lett az év főkertésze. Szászné Várkonyi Adrián az eddigi sikerek legfőbb szakmai letéteményese volt, így nem véletlen, hogy kiérdemelte ezt a díjat, melynek odaítélésében szerepet játszott az elmúlt években elvégzett eredményes munka és a tavalyi sikeres európai szereplés. Nagyon meglepődtem, és nagyon nagy örömmel fogadtam. Hát azt gondolom, hogy ez egy kihívás arra, hogy tovább fejlesszük Gyula városát, és még virágosabb, még szebb közterületeink legyenek. A munka ne álljon meg, hanem jó az irány. Azt gondolom, hogy ez a díj is mutatja, és így kell tovább menjünk. A városban folyó fejlesztéseknél a jövőben is fontos szempontot jelentenek majd azok a követelmények, melyeket ez a verseny támaszt, vagyis a szép zöld felületek mellett a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazása. Szerda este Szekeres Balást választották Gyula diák polgármesterének. Ő a Gyulai Diáknapok záró rendezvényén Görgényi Ernőtől vehette át a város kulcsát és a címerrel ellátott láncot. Akármi is az eredmény, mind a hárman nagyon kitettetek magatokért. Nyári Adrián leköszönő diákpolgármester gratulált a szavazás eredményétől függetlenül mindhárom jelöltnek, és azt kérte tőlük, tartsák össze a gyulai fiatalokat, figyeljenek mindenkire. A diákpolgármester választás végeredménye a Gyudin záró rendezvényén derült ki október 21-én a Vigadóban. Diákpolgármester lett 2015-16-os tanévre. Szekeres Balázs. Szekeres Balázs egy évig képviseli majd a gyulai fiatalok érdekeit. Az eredményhirdetés során Görgényi Ernő átadta a város kulcsát és a címerrel ellátott láncot a 2015-16 évre megválasztott diákpolgármesternek. Úres, megtiszteltetés számomra. Nagyon örülök neki, hogy mi nyertünk. Szeretném megköszönni a stábomnak és a támogatóimnak, akik eljutottak idáig. Úgyhogy van rengeteg program, van rengeteg ötlet, amit meg szeretnék valósítani. Talán legfontosabb az, hogy a gyulai diákságot felrázzuk, és egy összetartó közösséget hozzunk létre belőlük. A két alpolgármester Roxin Martin és Vaszkán Balázs lett. A szavazáson a város összes iskolája részt vett. Három diákpolgármester jelöltünk volt, a Karácsonyiból, az Erkelből és a Román Gimnáziumból. Három fiú, tavaly három lány volt, úgyhogy most a nemek aránya megfordult, és az összes iskola, aki a városban működik, öt általános és öt középiskola is elektorokat delegált a rendszerbe, tehát összesen 250 elektor volt, akinek volt szavazati joga arra vonatkozóan, hogy kit szeretnének ők diákpolgármesternek. Görgényi Ernő a volt diákpolgármester munkáját is méltatta a rendezvényen. A gyulai diákság egyébként is az elmúlt években bekapcsolódik a közéletbe, amit nagyon nagy örömmel veszek, hiszen szeretnénk, ha az őket érintő döntéseinket a velük való konzultáció során tudnánk kialakítani, és ennek eredményeként meghozni. Ebben a folyamatban kiemelném a Bai Zoltán tanulmányösztöndíjnak a
megalkotását, amelyben ők nagyon értékes véleményekkel és javaslatokkal vettek részt, amelyeknek jó része beépítésre is került a rendeletbe. Szekeres Balázs programjában egy ifjúsági bál megszervezése, iskolákban elhelyezett ötletdobozok, adománygyűjtések és kulturális pályázatok szervezése is szerepel. Előadással és ételkóstolással várták az érdeklődőket az Egészséges étellel az Egészséges életért rendezvény sorozat utolsó programján a Gyulavári kastélyban. Az immár negyedik alkalommal szervezett eseményen a magas vérnyomás és a csontritkulás diétáját állították a középpontba, és egy disznótoros újra gondolt menüsorral készültek. Otthoni vérnyomásméréssel lehet ezt a szindrómát egy picit csökkenteni. Piukovics Katalin a magas vérnyomás csökkentésének lehetőségeit is bemutatta az előadásában. Az Egészséges étellel az Egészséges életért elnevezésű program keretén belül tartott eseményen a Gyulavári kastélyban. A dietetikus szakember ezen kívül a csontritkulásról is beszélt. Igazából a Magyarországon az emberek nagyon sok sót fogyasztanak, és emiatt rengeteg kész, félkész terméket használnak, és inkább a friss alapanyagokra helyeztük a hangsúlyt, hogy ezt hangsúlyoztuk, hogy minél többféle és fajtájú hazai terméket fogyasszanak, illetve a csontritkulásnál ugye, ami fontos volt, hogy a tejterméket helyezzük előtérbe, illetve a belsőségek fogyasztását, mert ezt nem nagyon szokták az emberek propagálni, és mivel népbetegség most már ez a csontritkulás, sajnos most már a férfiak körébe is felzárkoztak a nőkhöz képest. Ambrus György olimpiai bajnok, Venez díjas mesterszakács disznótoros ételeket sorakoztatott fel újra gondolva. Orjaleves kevés sóval ízesítve, tészta nélkül, helyi zöldségekkel. Toroskáposzta ropogós, kevés zsiradékkal, repceolajon sütve, és egy vizenkelt tésztás sütemény házi szilvalekvárral volt a menüsor többek között. Én azt gondolom, hogy azért, mert valaminek megvan a magyar gasztronómiai hagyománya, azért nem biztos, hogy nem egészséges. Tehát ha azt mondjuk, hogy disznótoros ételeket eszünk, akkor egyben azt mondjuk, hát az nem egészséges. Így gondolom, hogy egy új ételkészítési technológiával, olyan alapanyagokkal, olyan járulékos anyagokkal elkészített disznótoros is lehet egészséges, amit a mai napon itt a vendégeinkkel megkóstoltottunk. A Körösmaros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány szervezésében és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával létrejövő rendezvénysorozat negyedik, egyben utolsó eseménye az egészség megőrzésére hívta fel a figyelmet. Ennek a rendezvénysorozatnak a lényege, hogy egy figyelemfelkeltő akciósorozatot szervezzünk, amelyben bemutatjuk, hogy egészséges életmódot lehet elérni egészséges ételekkel, egészséges hozzávalókkal, szezonális növényekből, illetve tehát zöldségekből, gyümölcsökből készült ételek elkészítése, az eljárási mód az egészség jegyében zajlik. Ezzel a programmal lezárult a szeptember óta tartó rendezvénysorozat. Egy közmunkásként dolgozó 64 éves gyulai nő ellen emeltek vádat lopás miatt. Ő úgy próbálta meg kiegészíteni jövedelmét, hogy idős embereknek ajánlotta fel segítségét, majd ellopta pénzüket. A témában további részletek holnapunkon olvashatók. Több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani október 23-án a megyében. Békés, Békés Csaba és Köröstarcsa mellett Gyulán, a Fehérkörös híd gyulavári felüli oldalán lévő kopjafánál tartanak megemlékezést. Emiatt 9 óra 15 perc és 10 óra 15 perc között a hidat teljes szélességében lezárják. Máig élő aktuális üzenete van az 59 éve történteknek, mondta Wittner Mária 1956-os szabadságharcos Gyulán. Rövid hírek következnek. A himnusz eléneklésével kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának alkalmából tartott ünnepi közgyűlés. Mit értünk a hely szellemén? A hely szelleme kifejezésen itt a díszteremben. Kónya István a vármegye történelmére tekintett vissza, majd 1956 gyulai történéseiről ejtett szót emlékeztetve arra, hogy a Városháza díszterme látta az események elejét és a vég kezdetét is. Wittner Mária 56-os forradalmár arról beszélt, hogy az 59 évvel ezelőtti események a pesti srácok tettei fontos üzenetet tolmácsolnak a ma embere számára is. A rendezvényen három ember vehette át a Békés megyéért elismerést. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnök
elnöke, korábbi Békés megyei elnök volt az első kitüntetett. Másodikként Fekete Péter, cirkuszügyi miniszteri biztos, a Jókai Színház korábbi igazgatója vehette át a díjat. Harmadikként Sápi Lajos, az orosházi Guardian üveggyár nyugalmazott igazgatója kapta meg az elismerést. Az eseményt az Erkel Ferenc Arabfokú Művészeti Iskola tanárainak bemutatója zárta. Békés megyében 10.911 főt fontak be a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása projektben. A szolgáltatások tekintetében a mentori szolgálat 6.799 esetben tudott segítséget biztosítani a program. A megyében több, mint 100 féle tanfolyam indult, melyben 5.528 ember kapott lehetőséget versenyképes szakképzettség megszerzésére. A 4,5 év alatt 5.079-en szereztek szakképzettséget, és 7.170-es esetben foglalkozást ösztönző támogatást állapítottak meg. Ezen felül 71-en indíthatták el saját vállalkozásukat a vállalkozóvá válás támogatás segítségével. 2015. szeptember végéig 8.914-en fejezték be sikeresen az egyéni programjukat. A leggyakoribb tanfolyamok a szociális gondozó és ápoló, az óvodai dajka, a tehergépkocsi vezető, a targonca vezető, az angol valamint német tanfolyamok, CNC forgácsoló és az ECDS tart számítógépes tanfolyam volt. A szakemberek sikeresnek ítélték a projektet, hiszen több mint 7000 embernek tartósan lett munkahelye. Idén áprilisban és júliusban volt a legnagyobb a vendégforgalom Gyulán. Ezekben a hónapokban több turista érkezett, mint egy évvel korábban. Az év első 8 hónapjában 305 ezer vendég éjszakát realizáltak a városban, ez 3%-kal kevesebb a tavalyi év hasonló időszakához képest. A főszezon a tavalyi számokat realizálta, ám a szálláshelyek megoszlásában történtek változások. Ebben az évben egy jelentős fejlesztést végeztek el Gyula turisztikai portáján, ami amellett, hogy gyorsabb elérés biztosít, okos alkalmazásai révén több emberhez tud eljutni. Komorócki Aliz elmondta, még a közép- és hosszú távú marketing tervek célja az, hogy Gyula nemzetközi szinten is ismert és elismert gyógyászati fogadóterületté váljon. Az erről készült stratégiai tervet november közepén mutatják be az érintetteknek. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a gyanú szerint 5 segédmotor kerékpárt lopott Gyuláról és Békés Csabáról. Október 10-én a gyulai rendőrkapitányság járőre polgárőrrel teljesített szolgálatot. Egy segédmotor vezetőjét és utasát igazoltatták, akik bukósusak nélkül közlekedtek a Városház utcában. A motort vezető S. Krisztiánról megállapították, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik, valamint az alkoholszondás ellenőrzés során pozitív mintát adott, ráadásul a motor nem az övé volt, hanem egy kisbolt elől vitték el. A kihallgatás során kiderült, Gyulán egy Aprilia motort, Békés Csabán pedig további 3 járművet loptak el. A 18 éves S. Krisztiánt 5 fiatalkorú társát pedig 2 lopással gyanúsítanak a nyomozók. Egy békés tüntetéssel kezdődött meg az 1956-os forradalom és szabadságharc október 23-án. Végül a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye lett. A város több pontján ünnepi megemlékezést tartanak. Ön részt vesz valamelyik rendezvényen? Ide a október 23 térre fogok menni, majd délelőtt 11-re. Elárulja a nevét nekünk? Karami Emil. Köszönjük szépen! Minden jót! Nem megyek sehova, otthon vagyok mindig. Idős vagyok már, úgyhogy nem. Részt veszek, igen. Méghozzá én Mezőberényben lakom, és mivel a táncosaink is kint lesznek valamilyen formában, nem tudom még pontosan, hogy táncolni is fognak, vagy csak díszítésként, ott részt fogok venni, igen. Elképesztő körülmények között tartották a kutyákat, derült ki egy orvosházi ellenőrzésen. Lapszemle következik. Meghirdetik a 2015-ös Hungarikum pályázatokat. A hazai és a külhoni értékgyűjtés támogatására, valamint a kihaló félben lévő hagyományos népi mesterségek tovább örökítésére október 26-án jelennek meg az idei Hungarikum pályázatok, írta a Csabai Mérleg. 2015-ben a Hungarikumok gyűjtése 12 elemmel 42-ről 54-re bővült. A kiemelt nemzeti értékeket tartalmazó magyar értéktár elemeinek száma 107-ről 127-re nőtt. Mobilt és pénztárcát lopott. A rendőrök Békés Csabán fogták el a 18 éves békési fiatalembert. A Békési Újság azt írta, K.
K. Attila ellen a rendőrség lopás megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Ellenőriztek az állatvédők. Elképesztő körülmények között tartották a kutyánkat, írta az Orosz Café. Az orvosházához tartozó Szente tornyán a bejelentett esetek egy kivételével valósnak bizonyultak. A tulajdonosok nem tartják be az állatvédelmi törvényben előírtakat. Rövid láncon, ház nélkül vagy nem megfelelő védelmet biztosító kutyaházban tartják kedvencüket, sárban, esőben állnak, fekszenek az ebek. Látogatható a Mátyás templom tornya. 1894-es megépítése óta első ízben, 2015-ben vált látogathatóvá a nagy közönség számára a Mátyás templom harangtornya, írta a Magyar Kurír. A Mátyás torony teljes magassága a templom padozatától 78 méter. A látogatók számára a torony alsó koszorú erkélyét nyitották meg, ez 47 méteres magasságban nyílik, összesen 197 lépcső vezet idáig. Felhős, napos, de alapvetően csapadékmentes órák várhatók péntekre. A hétvégén sem lesz eső, az ilyenkor szokásoshoz képest enyhe lesz az idő. Pénteken számottevő eső nem esik, kötszitálások viszont tartósan lesznek. A kötfoltok csak lassan tűnnek el, de feloszlások után változóan napos, felhős idő lesz. Mérsékelt időnként élénkebb, változó irányú szél fúj. A hőmérséklet az éjszakai 6 foktól 13 fokig emelkedik. A folytatásban szombaton, vasárnap, sőt a jövő hét elején is említést érdemlő mennyiségű esőtől mentes, enyhe idő várható. A hőmérséklet szombaton 7 és 14 fok között valószínű. Lássuk még egyszer mai híreinket. Átalakítják a rendezvényszervező céget. Kilép a darekből a város, új épületet kap a Gyula konyha. Újabb virágos elismerések. A belügyminisztériumi különdíj mellett a Gyulai lett az év főkertésze. Átvette a láncot és a kulcsot. Szerda este Szekeres Balást választották a város diákpolgármesterének. Fontos az egészséges étkezés. Előadással és ételkóstolással várták az érdeklődőket a gyulavári kastélyban. Időseket lopott meg. Egy közmunkásként dolgozó 61 éves gyulai nő ellen emeltek vádat. Megemlékezések Békésben. Több helyen is forgalomkorlátozásokra kell számítani a megyében. A Gyula TV híradóját látták, most a Gyulai hírlapozó következik. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!